Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. A hanganyag javítása témakört fogjuk elkezdeni. Ezek rövidebb videók lesznek, alapozó, illetve egy-egy hibát feltáró, bemutató és annak a javítását bemutató videók lesznek. Így mindenki azt a videót nézi meg, amely éppen érinti az ő hanganyagját, és nem kell egy órán keresztül nézni olyat, ami igazából számára nem fontos. A mai nap megbeszéljük az alapokat, és azt is, hogy miért a vizuális nézetet fogjuk használni, és miért nem csak a fülünkre hagyatkozunk. Nagyon fontos, hogy átlássuk, hogy a vizuális nézet segít bennünket, és természetesen az, hogy milyen az ideális, vagy legalábbis az ideálisnak gondolt hanganyag. Azaz, ugorjunk is neki az alapozásnak. Első körben nézzük meg, hogyan néz ki egy ideális hangsáv, egy mono hangsáv, azért mono, hogy jól ki tudjam nagyítani. És miért mondtam azt, hogy nézzük meg, és miért nem azt mondtam, hogy hallgassuk meg? Azért, mert hogyha megszokjuk azt, hogy vizuálisan szerkeztünk, majd esetleg párhuzamosan meg is hallgatjuk a saját hangrendszerünkön keresztül azt, amit készítettünk, az egy jó dolog. Miért? Mert hogyha te jól felhangosítod a hangdobozodat, és akkor jó erőteljes hangot hallasz, és elkezdesz halkítani, az nem jó. Mert egy másik hangdoboznál előfordulhat az, hogy bizony az már nagyon halk lesz, ami nálad ideális. Azaz a te rendszered beállítása legyen egy ilyen általános, talán egy picit, nagyon picit halkabb, mint az ideális, hogy ne zavarjunk másokat, és úgy szerkeszünk vizuálisan. Az ellenőrzésnél természetesen folyamatosan le lehet játszani, hiszen amikor vágunk, akkor megy a hang mellette, akkor természetesen az jó dolog észlelet, hogy hiba van benne, kattogás van benne, túl hangos, túl halk, de a hangerő és egyéb beállítása legyen vizuális, mert akkor mindenhol, ahol hasonlóképpen van beállítva a hangrendszer, ott ugyanúgy fog szólni, nem lesz túl hangos, nem lesz túl halk, és nem a te hangrendszeredhez van az egész szerkesztve beállítva. Természetesen, ha csak te hallgatod, akkor úgy állogatod, ahogy akarod, de hogyha már második személynek odaadod, akkor érdemes arra figyelni, hogy se túl halk, se túl hangos ne legyen. Oké, az első körben természetesen ez egy mono hangsáv, és azért mono, hogy jól ki tudjam nagyítani. Annyit kell tudni, hogy a nulla a teljesen halk hang, azaz semmi nincs. Az a semmi, nulla, csend. Az egyes a leghangosabb. Érdemes odafigyelni, hogy ne úgy legyen, hogy hát teljesen kitolod az egyesig, vagy kitalálod, hogy 0,5, már az egy jó középérték, az bizony egy átlagos érték. Nem így működik. Az egy, az a 100% leghangosabb hang, ennél följebb már nem tudunk menni, az legyen a cél, hogy azt elérjük, és egy nagyon pici, 1, 2 vagy 3 decibel legyen a különbség. Azaz egy picike kis határt hagyjunk a leges-leges leghangosabb 100%-os értékig. Miért? Mert így, hogyha odáig fellökődik a hangnak az ereje, akkor esetlegesen egy túl hangosabb beállított rendszernél, egy össze-vissza erősítgetett rendszernél túlvezérelhetjük a hangfalakat, és sipol, kerreg, rossz túlvezérelt hangot fogunk kapni, azaz gyakorlatilag egy picike kis töréshatárt hagyjunk. A töréshatár 1-2 vagy 3 decibel, lehet ezen vitatkozni. Engem igazából nem hat meg, én mind a hármat használom, gyakorlatilag az 1-es, 2-es ideális beállítás, alapbeállítás az Audacity-nél a mínusz 1 decibeles hangerő. Azaz most már megint előkerült az, hogy bizony itt van az 1-es, és mínusz 1 decibel, mínusz 2 decibel, mínusz 3 decibel, a 2, hát bizony hogyan működik, az 1-ből kivonsz 3-at, akkor mínusz 2 lesz. Nem így működik. Itt az alapbeállításnál a 0 és az 1, azaz a 0 és a 100% közötti értékeket látod. Ez egy kényelmes dolog, vizuálisan így szoktuk meg. A másik, a decibeles dolog az úgy működik, hogy van a 100%, és abból vonnak le 1, 2, 3-at. Tehát a mínusz 3 decibel egy picit halkabb, mint a 100%. A mínusz 25 decibel pedig jóval halkabb, mint a 100%. Azaz ezt a kettősséget meg kell szokni.
Ha vizuálisan megvizsgáljuk a hanganyagot, ez egy nagyon jól összeállított rádióból letöltött, a Magyar Katolikus Rádióból letöltött hanganyag, és nagyon szépen meg van vágva, nagyon jó a dinamikája. Mit kell nekünk ezen vizsgálni? Az első gondolatot megbeszéltük, nem toljuk 100%-ig ki a hangnak az erejét. A másik gondolat az, hogy a hang legyen egyenletes. Azaz gyakorlatilag látható, hogy a teteje nagyjából egyenletes, vannak benne hangos részek, és vannak benne halk részek. Ez általában problémát szokott okozni, hogyha vacakul összeállított hanganyag van, de itt nem. Arra nagyon figyeljetek, hogy a hanganyagot nem sablonizáljuk, tehát nem egy átlagos sablonhoz, egy mindenhez megfelelő sablonhoz kell igazítani. Az, hogy hogyan szól, és mi szól, az számunkra nagyon fontos. Itt természetesen mindenki azt gondolja, hogy az az ideális, ha minden maximális hangerő az egyenletes, a fölé nem megy, és azért a többi, a legtöbb ugyanebbe a hangerőbe, ebbe a maximális hangerőbe fog szólni. Itt nem úgy van, és azért hoztam ezt a rádiós példát, mert van a beszéd és az átvezető zene. Ez így ideális. A beszédet hallod, a fő témát hallod, megfelelően beállított hangerővel, és te úgy állítod be a hangfaladat olyan erővel, vagy a lejátszó programodat olyan erővel, ahogy neked ideális, tehát kényelmes, nem zavar más, de te nagyon jól hallod, az nagyon-nagyon szépen fog szólni, és az átvezető zenék, ezek a halkabb részek, hiszen a tüskék nem mennek ki 100%-ig, illetve hát a meghatározott maximumig, ez egy ideális dolog. A fordítottja zavaró lehetne, és majd hozok olyan példát is, hogy a zene, az átvezető zene nagyon erős, kilökődik maximumra, és a hang, a hanganyag, amit fő téma is hallani akarsz, az bizony halk. Erre figyeljünk, tehát nem egy sablonszerűen fogunk dolgozni, mert minden hanganyag más. Ez nem azt jelenti, hogy sablonokat nem tudnánk összehozni, és fogunk is, mert mutatok erre majd példát, de nem lehet egy sablonnal az összes hanganyagot végigfutatni. Adott tipizált dolgokat kényelmesen meg tudunk oldani sablonokkal, illetve szkriptekkel, és utána már azokat lefuttatva gyorsabban tudunk dolgozni. No hát, első körben megtanultuk azt, hogy a zene vagy a hanganyag, akármilyen anyag, az ideális, hogy nem megy fel 100%-ig, nem üvölt. És így olyan erővel állítja be a hangrendszerét az ember, aki ezt hallgatni fogja, amilyen neki kényelmes. Nem lesz az a problémája, hogy túl halk, és suttogás, és mindent fel kell csavarni, és akkor már recseg, ropog minden, és alig bírja a hangosítást megtenni. Hát bizony, ezt kerülni kell. A másik, hogy nem megyünk ki 100%-ig, hanem abból valamivel lejjebb, egy ilyen 95%-os hangerővel dolgozunk, azaz, ahogy ők mondják, mínusz 1, mínusz 2 vagy mínusz 3 decibelt levágunk a maximális értékből, tehát ne legyen túl halk, de ne legyen maximálisan kitolva a hanganyag. Ideális az, hogyha a hanganyag dinamikája maximális értékei, azok nem úgy alakulnak, hogy van benne üvöltő, meg nagyon halk rész. Ettől el lehet térni, nyilvánvalóan a példa is azt mutatja, hogy itt el szeretnénk attól térni, hiszen a beszéd és az átvezető zene aránya kellemes, hiszen hallod a beszédet, az átvezető zene meg kellemes, halkabb, mint a másik. Ezzel nem is fogunk foglalkozni, ezen nem is fogunk változtatni. A másik, amit az elején illett volna elmondani, az eredeti letöltött vagy felvett hanganyaggal nem babrálunk. Ezt mindig megtanuljuk, hogy az eredeti hanganyaggal nem babrálunk, hanem egy másolattal fogunk babrálni, hogyha véletlenül valamit elrontunk, és már megtörtént a mentés, akkor se legyen nagy balhé, ne kelljen a rosszból, elrontottból megpróbálni egy jót csinálni, hiszen azt mindenki tudja, hogy egy elrontott, rosszul felvett hanganyagon lehet javítani, de jót csinálni nem. De hogyha még mi rontunk is rajta, és azt rámentjük, utána nekünk csak kilódás lesz, és minőséget, elfogadhatóan hangzó anyagot nem fogunk abból tudni csinálni. No hát, ennyi az alap. Ez volt, amit mindenképp el kellett mondanom.
A következő részben az egyenletesen halk hangzás javítása lesz, illetve ehhez az egyenletesen halk hangzás javításához készítünk egy scriptet, ami nagyon egyszerű, tehát nem kell megijedni. Terminálba nem fogunk kódolni, és semmi egyebet nem teszünk, csak olyan vizuális eszközöket használunk, ami be van építve a hangvágó Audacity programunkba, és ezt a lehetőséget fogjuk kihasználni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!